A zágrábiak elleni kettős győzelemmel a BL negyeddöntőjében a Telekom Veszprém kézilabda csapata, most pedig jön a SEHA Liga Final Four majd Fehér Oroszországban, elődöntőben, mint tavaly a Meskov Brest ellen. A címvédő szélsőjét, Iváncsi Gergőt kapcsoljuk az idény célegyenesére fordulva. Szia, jó reggelt kívánok! Jó reggelt, sziasztok! Gergő, tehát a BL-ben a Zágráb pipálva, Kölnért a Montpellier következik. Nem bánod, hogy nem lesz megismételt tavalyi döntő a Kielce ellen? Hát egy picit talán mégis, mert azért több játékossal így beszélgetve jó lett volna talán ugye visszavágni nekik a tavalyi után. De hogy elnézve a meccset, tényleg annyira kiegyenlített volt a párharc, mind a két párharc, hogy egyszerűen annyira nehéz volt eldönteni, hogy ki az, aki tovább fog jutni. Még úgy is, hogy a Montpellier 5 gólos előnnyel utazott Kielcébe, és hogy néztük a mérkőzést, tényleg annyira jól játszott mind a két csapat, hol a Kielce, ugye hol a Montpellier vezetett, hogy tényleg nem lehetett tudni, hogy mi lesz ennek a vége. Úgyhogy, de aztán ugye a francia csapat került ki győztesen, ami valahol én úgy gondolom, hogy egy meglepetés is, de tényleg bebizonyította azt, hogy egy borzasztó erős csapat, és hogy igenis ott a helye a legjobbak között. Na most, hát igazán ilyen a sors, nem? Ezt te is érzékelhetted, hogy hiába jött lendületbe a Kielce, most a sanszokba, meg a szerencsébe, szerencsétlenségbe, hát visszakapta valamennyire azt, amit tavaly a BL döntőben élvezett. Így van, így van. Jó lett volna, hogyha mi adtuk volna ezt vissza, de igazából ezt a Montpellier tette most meg. Hát valóban ilyen a sport, igazából tényleg nekik is megvolt a végig a lehetőség arra, hogy megnyerjék ezt a mérkőzést, hogy ők jussanak tovább, és aztán valami történhetett, elfáradhattak, kicsikét kiesett a koncentráció ott a vége felé, és igazából ez nem sikerült. A francia meglepetés csapat a Montpellier ellen mi lesz a tőletek elvárható továbbjutása, a kölni Final Four-ba jutás kulcsa a játékotokban, látva ezt a francia csapatot? Hát ez a Montpellier, ez nem az a Montpellier, mint akivel annak idén ugye játszottunk. Egy borzasztó, gyors, borzasztó, agresszív csapat, nagyon-nagyon sokat futnak, nagyon-nagyon kemény a védekezésük. Nálunk ugyanaz lesz a taktika, mint az eddigi mérkőzéseken, hogy a védelmünket nagyon-nagyon jól össze kell tennünk, illetve nekünk is meg kell próbálnunk minél több indítási gólokat lőni. Gergő, ugye Magyar Bajnokság, Bajnokok Ligája, SEHA Liga, erős a terhelés. Jut-e ebben a terhelésben mindenkinek megfelelő mennyiségű feladat, elégedett vagy-e a saját helyzeteddel és szerepléseddel? Összességében elégedett vagyok, néha nyilván van bennem egy-egy ilyen kis kérdője, hogy miért játszottam esetleg kevesebbet, vagy esetleg miért nem léptem pályára, de igazából ezeken én hamar túlteszem magam, hiszen jön a következő mérkőzés, úgyhogy Mindig ugye van feladat, és hogyha esetleg az adott mérkőzésen esetleg kevesebbet játszom, vagy játszik valaki, illetve nem játszik, akkor nyilván jön a következő mérkőzés, és akkor marad, illetve van energia azon a mérkőzésen ugye ezeket kiadni. Úgyhogy igazából összességével elégedett vagyok mindennel. Na most, a bajnokit most kihagynám, mert hogy a hétvégén nagy feladat van, SEHA Liga Final Four, tavaly a szomszédban a horvátországi Varasdon volt, most ugye Fehér Oroszország határvárosában, Brestben lesz, játszottatok már ott néhányszor, milyenek a körülmények, milyen lesz csarnok minősége, befogadó képesség, szurkolók, környezet, kézilabda, láz, mire számíthatsz? Hát a legutolsó információ, ugye, amit így hallottunk az egész helyzetről, hogy nem nagyon találtak olyan hoteleket, ahol ennyi csapatot ugye el tudnak helyezni. A csarnokkal igazából nem volt eddig sem gond. Azt megfelelően annó is belaktuk, amikor ugye mentünk játszani, azzal nem lesz gond. A szurkolókkal nem tudom, hogy mennyien fognak ellátogatni, hiszen nyilván nem itt van a szomszédba, ugye vízum is kell oda. Nem tudom, hogy mennyien fognak tudni kijönni.
Hát aztán, hogy a városban mennyire lesz kézlabda láz, megmondom őszintén, nem tudom, mert ott, amikor ugye mi mentünk ki játszani, akkor bár teltház nem volt, de azért nagy érdeklődés volt a mérkőzésre. Nyilván ez egy megint teljesen más szituáció lesz, hiszen azért itt egy se a Final Four-ról beszélünk, ahol négy kiváló csapat fog részt venni. Nyilván ennek meg fogják adni a körítést, a hangot, úgyhogy elképzelhető lesz, hogy nagyon sokan ki fognak látogatni. Na most tavaly megszenvedtetek a Brest-tel az elődöntőben, most milyen meccsen számíthatsz, nagy lehet-e a hazai pálya előnye, egyáltalán milyen stílusú a Meskov Brest játéka a tiétekhez képest? Hát is, szóval meg lehet nyilván a hazai pálya előnye nekik. Az a tapasztalat, meg az, amit így láttunk, hogy évről évre jobban játszanak. Nyilván nem leszünk egy egyszerű helyzetben. Ugye a legutoljára is ugye hetesekkel mentünk tovább. Nyilván most még, mint amit említettem, lesz egy olyan dolog is, hogy ugye úgymond hazai pályán játszanak. Nyilván ezt ők ki fogják használni. Úgyhogy abszolút nem leszünk egy egyszerű helyzetben, nyilván nekik kell ugrani, és az eddigi mérkőzéseken, amiket nyújtottunk, pozitív formákat, azokat majd oda is át kell vinnünk. Na most, hogyha úgy kalkulálunk, már csak magyaros elfogultsággal is, hogy megismétlődik a tavalyi döntő, tehát lesz egy Veszprém-Várdár Sehaliga döntő, akkor a Várdárra még inkább igaz az, amit a Meskov Brestre mondtál, hogy jóval erősebb egy-két évvel ezelőtti önmagánál? Így van, igen. Hát ugye a Várdár is bebizonyította, hogy ott a helye a legjobbak között, hiszen a csoportjában ugye első helyen végzett, úgyhogy ők is évről évre erősebbek lettek, úgyhogy ha esetleg sikerülne odáig eljutni, akkor az se lesz egy egyszerű mérkőzés. Bizony, szeptemberben kikaptatok a Skopjeiktől 29-22-re, decemberben döntetlen lett a meccs vége, 28-28. Most ilyen regionális mumusotok lett a Várdár erre a szezonra? Hát, ha nem is humus, de lehet azt mondani, hogy igen, velük is legalább annyit játszottunk már, mint mondjuk hazai környezetben a Szegeddel, szóval azért ismeri a két csapat egymást oda-vissza. Úgyhogy hát majd meglátjuk, hogy ők is meddig fognak jutni, illetve hát mi is. Ugye, hogy nekik is sikerül eljutni a döntőig, és bízom benne, hogy nekünk is. Mekkora rangja és presztízse van számotokra most a Veszprém idei életében annak, hogy ezt a SEA trófeát elnyerjétek, megvédjétek? Hát mindenféleképpen van, hiszen ugye kétszer sikerült elhódítanunk, szeretnénk ezt idén is megvédeni. Úgyhogy nyilván azon lesz a csapat, hogy a lehető legjobb formája szerint hozza ezeket a mérkőzéseket, aztán tényleg majd meglátjuk, hiszen azért addig még van jó pár mérkőzés. Na most a SEHA 4-es döntőben milyen szerepre számítasz? Egyáltalán, látva ezt a két ellenfelet, mekkora terhet rak majd Szabati Mester a szélsőkre? Jó kérdés, hiszen ugye minden mérkőzés más. És azért az elmúlt mérkőzéseken az egyik hangsúly ugye azon volt, hogy próbálj meg minél több indítás gólt lőni, minél több ilyen könnyű gólt lőni. Úgy gondolom, hogy ezek ellen a csapatok ellen is ez működhet, és ezeket is ki kell használni. Úgyhogy ilyen szempontból lesz mindenféleképpen dolga a szélsőknek, ahhoz, hogy akár a Brest ellen, illetve akár hogyha a Bresten túl jutunk, akkor a képen bejut onnan a másik oldalról a döntőbe. Ugyanazt ki tudjuk használni, hogy tényleg egy könnyű és gyors indítású gólokat tudjunk lőni. És végül, Gergő, hadd kérdezzem, ugye nyáron edzőváltás nálatok, tervezett edzőváltás, Jubomir Vranyás érkezik. Milyen változás jelenthet ez a te csapaton belüli helyzetedben? Ha mondjuk érkezik szélre majd a repülő Bosnyák, ott van Ugalde, eldőlte az, hogy maradsz-e biztosan a klubnál? Hát az én dolgom a kapcsolatban még nem tudok semmi érdemlegeset mondani. Folynak a dolgaim, úgyhogy ezzel kapcsolatban nem is nagyon szeretnék még egyelőre mit mondani. Amint bármi olyan érdemleges lesz,
azt mindenki meg fogja tudni időben. Minden esetre akkor a hétvégéhez sok szerencsét nektek, meg jó meccseket. Köszönöm szépen, hogy velünk voltál. Szia. Köszönjük szépen, köszi.